Napjainkban átlagosnak számít az, hogy egy család kiköltözik Kárpátaljáról, vagy egy fiatal, egy frissen diplomázott fiatal elmegy és külföldön vállal munkát, ami számomra hiába már hozzászoktak az emberek, de számomra nagyon szörnyű, és úgy gondolom, hogy ha van egy hely, mindenki számára van egy hely a világban, ami más, mint a többi. Lehet, hogy vannak szebb tájak, és lehet, hogy gazdagabb vidékek is elérhetők magasabb életszínvonallal, de az a hely, amit Isten a számunkra kiválasztott, az a hely a szülőföldünk, és ott kell megmaradnunk. Hál' Istennek ezzel a gondolattal nem vagyok egyedül, hanem számos csoporttársam, honfitársam, szervezetek vezetői értenek ezekkel a gondolatokkal egyet, és ennek értelmében megalapítottunk egy önkéntes munkacsoportot, amelynek a neve Mozgalom a Kárpátaljai Szülőföldért, és ennek a mozgalomnak jól magam lehetek az alapítója, az a megtiszteltetésért. És ennek a mozgalomnak az a célja, hogy olyan programokat, lehetőségeket dolgozzunk, találjunk ki együtt, amely által segítenénk a Kárpátalján élőknek az itthonmaradását, illetve akik haza szeretnének térni, segítsük a hazatérésüket. Illetve a mozgalomnak még a másik célja között szerepel az, hogy összefogja a Kárpátalján tevékenykedő nemzetiségek szervezeteit, akikkel közösen azon tudnánk dolgozni, hogy ne menjenek el a fiatalok, illetve nem csak fiatalok, hanem bárki, aki Kárpátalján él, hanem találja meg a számítását itt Kárpátalján. És a bemutatkozó rendezvényünk az október 26-a lenne, amely a Kárpátalja szülőföldön maradás nevet kapta. És ennek a napnak az a célja, hogy a figyelemfelkeltés Kárpátalján élők életére, jövőjére, illetve az itthonmaradása. Mivel nagyon fontos, hogy az emberek érezzék azt, hogy Kárpátalja mennyire csodálatos, mennyire sokszínű etnikailag, kulturálisan, és a rendezvényünk fővédnöke Bőte Csaba, ferences rendi szerzetes, és azért hívtuk meg erre a rendezvényre, és lett a rendezvényünk fővédnöke, mivel egy példakép, mivel megmutatja azt, hogy lehet elindulni a nulláról, és hogyan lehet Európa díszpolgárává válni úgy, hogy jótékonykodik az ember, és számos árva gyereknek ad otthont Románia szerte. Szívesen elvállalta, így a rendezvényünknek az első programja, a délelőtti programja zarándoklat lenne, amely 8-tól kezdődne, a Nagybégányi Turulmadár előtt gyülekeznénk, és Beregszáz felé vennénk az irányt, déltájt megérkeznénk a Beregszázi Római Katolikus Templom elé, ahol a KMVS promóciós termékkóstolóval várja a megfáradt zarándoklókat. A délutáni programunk a Beregszázi Főiskolán folytatódna tovább, amely 2 órától kezdődne, és kulturális szülőföld, illetve jövőkép blogból áll. A kulturális blogban beszeretnénk mutatni, hogy mennyire színes Kárpátalja kulturálisan is. A Rezeda néptánc együttes fog fellépni, illetve a Beregszázi és a Péterfalvi Művészeti Iskola is képviseltetni fogja magát. A szülőföld blogban olyan kisfilmeket fogunk levetíteni, amelyek olyan kárpátaljaiak életét mutatja be, akiknek példaértékű az élete, és akikre fel lehet nézni, mert itt maradtak, és megtalálták a számításukat Kárpátalján. A jövőkép blogba pedig olyan vendégeket hívtunk meg, Bőte Csaba is ebbe a blogba fog előadást tartani, akik Kárpátaljára nézve fontos emberek, és a jövőben is fontos szerepet fognak játszani Kárpátalja életében, ilyen mint Vinyánszky Attila Nemzeti Színháznak az igazgatója, aki annak ellenére, hogy Budapesten él, nap mint nap hozzájárul Kárpátaljának a kulturális életéhez, továbbá dr. Grezse is,
István és Ás Tibor is előfogadni ezen a napon. A napunknak a záró pontja a fókocsma lesz, amit a Sodró Együttes, illetve a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja biztosít, és ide várja szeretettel a kedves vendégeket. Nagyon nagy örömünkre olyan szervezetek állnak a hátunk mögött, ennek a napnak a háta mögött, mint a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége. Az ifjúsági szervezetek közül a KMKS ISZ, aminek jó magam is alapszervezeti elnöke vagyok, és jól tudom, hogy az ISZ-nek is az elsődleges célja, hogy a szülőföldön tartsa a fiatalokat, illetve nagyon sokat segítenek a szervezésben más ifjúsági szervezetek is, mint például a KMDFKS, a GISZ, a KRISZ és a Kölcsei Ferenc Szakkollégium Hallgatói Önkormányzata. Mindenkit várok szeretettel, mutassuk meg, hogy mennyien vagyunk, és mutassuk meg, hogy mindenkinek számít a szülőföldje, Kárpátalja, legyen egy nap, ami Kárpátaljáról szól, és ezt tudjuk ünnepelni. Maradjunk ott, ahol születtünk, és bárhová is mentünk el a világ bármely pontjába, bármely okokból, jönjünk haza.